Mai adásunkban ember és állat kapcsolatát igyekszünk bemutatni, legyen szó akár a természet ábrázolásról, akár a vadász és vizslája közti kapocsról. Elsőként Szegedi Lászlóval beszélgettünk, aki nem csak vadászként, hanem rendezőként és operatőrként is több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Szakmája és hobbija szorosan össze is kapcsolódik, de hogy hogyan, azt ő maga mondja el. Most már több mint 35 éve vadászom, és járok az erdőre, és sokat vagyok kint az erdőn. Talán most már egy kicsit többet kamerával a kezembe. De mindig nagyon fontos volt a számomra a vadászatnak és a vadgazdálkodásnak a kommunikációja. És persze azért volt ez fontos, mert a 40 éves szakmai múltam pedig a kommunikációhoz vagy a televíziózáshoz kötődik, és kicsit mindig kötelességemnek éreztem azt, hogy ez a terület, amit én nagyon szeretek, ami nagyon közel áll a szívemhez, ezért tegyek is valamit, és nagyon fontosnak tartottam azt mindig, hogy ne csak befelé kommunikáljon jól a vadásztársadalom. Nagyon színvonalas dolgaink vannak, vadászlapok, műsorok, befelé jól kommunikálunk. Azt mondhatom most már, hogy igen, de a nem vadászok felé, az olyan tévénézők felé, akik lehet, hogy egy picit talán tartózkodnak is, vagy ellenzik is a vadászatot, ott jól megszólalni, ott hitelesen megszólalni, ez nagyon fontos dolog. Úgyhogy nagyon becsülöm azokat a műsorokat, akik, és azokat a műsorkészítőket, akik kifelé is tudnak jól kommunikálni. Hát ez mindig fontos volt a számomra, és mindig erősen motivált, hogy ezen a területen dolgozzak. Szerintem a vadászati kultúra, a magyar vadászati kultúra nagyon jól kommunikálható. Nagyon sok olyan értékes részterülete van, amit ha jól mutatunk meg a kívülállóknak, akkor az szimpátiát ébresztet. Hát azt gondolom, hogy ilyen a vadászkutyázás is, ami a számomra mindig nagyon fontos volt, és mi készítettük annak idején a Vérebbvezetők nyomában című filmsorozatot, ami az utánkereső kutyákról, illetve a gazdáikról szólt. És valahogy ott megfogott ez a terület, tehát a vadászkutyázás. És hát most már az én életemben is több mint 20 éve zajlik a vizslásvadászat. És úgy gondoltam, hogy ha sok profi filmet látni arról, hogy kell egy vizslát felkészíteni a vadászvizsgára, talán jó lenne valami olyat csinálni, hogy mi ennek az emberi háttere. A gazda és a kutyának a kapcsolata, és borzasztóan fontos ez véleményem szerint. Én egy hihetetlen intelligens élőlényt ismertem meg a vizslában. Hordozza azok az ősi genetikai tulajdonságokat, amihez már csak picit kell hozzátenni. És talán az is érdekes, hogy sokat tanultunk egymástól. Valahogy ez a kölcsönös viszony alakítja ki aztán a végén azt, hogy egy olyan tevékenységet csinálunk ketten együtt, aminek az eredményét a kutya és a vadász is ugyanúgy élvezi. Szegedi László több vadászati témájú filmje után Társak vagyunk címmel készített egy olyan filmalkotást, amely ő és a magyar vizslája bensőséges kapcsolatát mutatja be. Előzetes konkrét forgatókönyvet én nem csináltam. Már az eredeti szándékom is az volt, hogy ennek a dolognak az emocionális részét valahol megfogni. Megfogni azokat az apró hangulatokat, amiket mi megélünk együtt. És ezeket valamilyen olyan vizuális nyelven megfogalmazni, ami talán a nézőben is ugyanezeket az érzelmeket, talán ugyanezeket a hangulatokat jelenti. És természetesen, hát én is bevetettem azokat a filmes eszközöket a vágásban, utómunkában, ami alapján közvetíteni lehet ezeket az apróságokat és finomságokat. Másfél év alatt készült el, és hát döntően azért az őszi, késő őszi időszakban forgattunk, vagy forgattam. Az a szerencsénk itt ezen a területen, hogy a vadásztársaság házi szabályzata lehetővé teszi a bokrászást. Tehát kimehet a vizslás vadász, és csak a kutyájára odafigyelve ezt a nagyon különleges, nagyon csodás, csak kettőjüknek a kapcsolatából kialakuló helyzetet megélheti. Minden valamire való barátságnak külön története van, főleg akkor, ha az egy életre szól.
Őszintén bevallom azonban, hogy az én vizslás vadász életem története nem az én akaratomból, szándékomból kezdődött. Több mint 20 évvel ezelőtt érkezett hozzánk feleségemnek köszönhetően családi kedvencnek egy rakoncátlan, bájos magyar vizslakölyök. És ha már itt volt, velünk járt az erdőbe, mezőre, kirándulni, csavarogni, és később persze már vadászni is. Ő volt Szivar, az első magyar vizslám. Vele csak úgy ösztönösen, különösebb tanulás, kiképzés nélkül váltunk vadásztársakká. Hosszú és remélem szép vizsla élete során lettem végérvényesen vizsla rajongóvá. Második rövidszőrű magyar vizslám már jó nevű kenelből, elismert tenyésztőtől, szakember közvetítésével került hozzám. Vele már tudatosan jártuk végig a vizslaiskolát, és közben sokat tanultunk egymástól is. Egy idő után már a másik gondolatait is ismerő, összecsiszolódott társak lettünk. Megállíthatatlan szenvedélyünké vált a bokrászó, kereső fálcán vadászat. Boldogabb kutyát a vadászni induló vizslánál alig ha látni. Az erdők, a rétek és a nádasok az ő igazi világuk. Kutyám is ilyenkor van igazán elemében. Mindent megtesz az eredményes vadászatért. Thank you.
Talán furcsának tűnik, de ő is megtanulta tisztelni, becsülni az elejtett vadat. Egy-egy igazi hosszú farkú, tarka tollú vadfácánért a világ végére is elmennénk együtt. A rövidszőrű magyar vizsla szép, elegáns, intelligens és sokoldalú vadászkutya. Élményben a vadászat minden formája. Vizslás vadászataim valóban felejthetetlen ünnepnapokká lettek. Nálunk a zsákmány elkészítése és elfogyasztása vidám, de ugyanakkor a vadételnek is tiszteletet adó rituálé. És pipakutyám semmi ilyesmiből ki nem maradhatna. A vizslák imádnak gazdájuk közelében lenni. Ő is minden dologban, tevékenységben kíváncsian és aktívan részt vesz, főleg akkor, ha az a dolog a vadászattal kapcsolatos. Talán a fegyverola illata benne is szép, régi emlékeket ébreszt.
Nagyvad vadászataink során sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a vad nem marad helyben, a rálövés helyétől messzire elmegy. Vaddisznó vadászatakor általában ekkor már ránk is sötétedik. A vércsapa követésére is betanított, mindig a közelünkben lévő tapasztalt vizsla sokat segíthet. Kutyám kitűnően jó orra és nyomtartó képessége, sokszor ejtett ámulatba, és juttatott végül vadász sikerhez zsákmányhoz. A vizsdatartásnak, nevelésnek, vizsdavezetésnek történelmi időkbe visszanyúló, abban gyökerező nemes hagyományai vannak. A régiek gondolatai ma is megszívlelendők és tanulságosak. Vadászkalandjaim legszebb, legértékesebb pillanatai, emlékei mind elválaszthatatlanul vizsláimhoz kötődnek.
Mindezek után talán nem túlzás azt mondani, hogy magyar vizslával vadászni csodaszép dolog. Minden vadászkutya jó bánásmódot, szeretetet és tiszteletet érdemel. Tartozunk azzal, hogy érdemesek legyünk a hűségükre.